Uraim, örömmel jelentem be, hogy a Walt Disney Studios megvásárolta az önök franchise jogait. Ennek az akvizíciónak a keretein belül elhoztuk önöket egy full inkluzív nyaralásra a festői környezetű nyíriesi tavakhoz. Mégis hány bört akarnak lehúzni rólunk? Meg különben is, Disney? Mit csináljak? Ugráljak a Mickey egérre? A pénz nem rossz, meg ingyen nyaralás. Aztán, ha nem tetszik, legfeljebb kilépek. Vagy ha megtalálják pár öt évvel ezelőtti tweetemet, akkor maguktól is ki fognak rúgni. Ott vagyunk már. Éhen hallok. Van még egy kis páradék turista kóbászom. Tavasszal vártam két német turistát. Ide jönnek a nyíriesbe? Legyenek óvatosak. Nehogy még véletlenül életük legjobb nyaralásában legyen részük. Üdvözöljük önöket itt. Ne aggódjanak, itt nem kell félni még a szúnyogtól sem. Érezzék jól magukat! A stúdió nevében köszöntöm önöket, és engedjétek meg, hogy innentől tegeződjünk, hiszen látott kollégák vagyunk, nem igaz? Na, Star Wars, Indiana Jones, Marvel univerzum. Sikeresen felvirágoztattuk ezeket a franchise-okat, és amit most fogunk csinálni, az egy Disney Cinematic Horrorverzum. Ahhoz, hogy a horrorverzum sikeres legyen, 2023-ban már nem elég újra gondolni és felmelegíteni a régi káposztát, ezért nagyon fontos, hogy a tartalmaitokat egy kicsit családbarátabbá, társadalmilag érzékenyebbé és progresszívebb gondolkodásúvá, azaz széles körben eladhatóbbá tegyük. Már elnézést, de hogyan legyünk családbarátabbak? Én például levágott emberi arcból készült maszkot hordok, és az áldozataimat láncfűrésszel aprítom, akiket aztán a családommal befőzünk és megeszünk. Remek kérdés, láncfűrészes, köszönöm! Ezért vagyunk most itt ezen a csapatépítő összetartáson. Az a fontos, hogy ismerjétek meg magatokat, a helyieket, és a bennetek rejlő Disney herceget és hercegnőt. Tudom, hogy nehéz lesz, de le kell győznötök az ölési kényszereteket. Kezdjük egy egyszerű gyakorlattal. Mi jut eszetek be erről a képről? Én szívem szerint ötölném meg először. Na, ezt a szemléletmódot most meg kell, hogy változtassuk. Think outside the box. Egy afroamerikai a mai világban már bármi lehet, nem csak első áldozat. Lehet akár Hermione. Vagy kis hableány. Lehet egy vicces mellékszereplő. Bárkiből lehet bármi. Az emberek gonosztevőnek gondolnak titeket, ezért találjátok ki, hogy milyen tulajdonságotok van, amivel meg tudjátok magatokat szerettetni és a közjó érdekére fordítani. Nézd már a lábad elé, te torszülött. Olyan szép ez a tó. Elcsúfítjátok a ronda arcotokkal. Ez itt a mi tavunk. Húzzatok innen, amíg szépen mondom. Vegyük a láncfűrészt. Ezt el kell, hogy engedd. Tudom, hogy a texasi láncfűrészes mészárlásból, hogyha kivesszük a láncfűrészt, akkor igazából csak egy átlag keddi tanítási nap marad. Mégis, hogyha láncfűrészt kell használod, akkor legalább legyen elektromos, környezetvédelem. Jason, például a macséta helyett, ami egy gyilkos fegyver, használj elektromos bozótvágót. Sokkal közhasznúbb és környezetbarátabb. Nagyon fontos, hogy milyen üzenetet közvetítünk magunkról a világ felé. Próbálhatod, akinek sikerül beindítani, az megkapja tőlem ajándékba a fűrészt.
Ezek biztos, hogy készülnek valamire. A szemük sem áll jól, meg azok a maszkok. Szerintem meg tudnak változni. Egyébként miért tudod el őket? Néhány évvel ezelőtt, amikor elmentem megnézni az új texasi láncfűrészest egy csajjal. Tudjátok, a csajok felizgulnak a horrorfilmekre. Ja. Na mindegy, túl sok popcorn tettem, és az egyik ijesztésnél... Hát történt egy kis baleset. Úristen, te szó szerint befostál a filmen? Azóta se moziba járni, se csajozni nem tudok. Ezért valakinek meg kell fizetni. Gyerünk, kapjuk el a geciket! Gyerünk, gyerünk! Haló, ki az? Itt vagyunk a ház előtt. Hol? Nézd ki az ablakon. Péntek 13, mi? Te köcsög. Kár, hogy csütörtök van, te balfasz. Baszd meg. Tudom, hogy itt vagytok. Ó, gyertek már elő! Ahó! Halló! Hello, cica! Nem pont maga mondta, hogy változzunk meg, mert a gyilkosság nem menő már. Hát nem érted? Nem volt semmilyen felvásárlás. Végig mi voltunk. Akkor este. Nem egyedül volt a moziban. Szarszakban kellett végigülnöm másfél órát a moziban. Búcsúzz el a nyomorúságos kis életettől. Kapten! Végezz vele! Jó estét, uraim! Hogy vannak? Mi a helyzet? Hogy érzik magukat? Minden oké és biztos úr. Á, örömmel hallom! Mondtam, hogy nem kell itt semmitől sem félni. Érezzék jól magukat! Viszlát! Ha tetszett a videó, dobj egy lájkot. Ha még jobban tetszett, iratkozz fel. És ha még annál is jobban tetszett, támogathatsz minket a Donablin, akár havi 500 forinttal.